Ez nem azt mondta, ezzel nem azt hangsúlyozom, hogy az új szövetségben szükséges magának a napnak a megtartása, nem erről van szó, de a pihenés elvébe hiszek. A szombatra esik, dicsőség Istennek. Tehát a pihenés elvébe hiszek. Isten azt akarja, hogy pihenjünk. És sok esetben elveszíti az ember a pihenésre való képességét. Mert a pihenés valóban a judaizmusban szigorú szabályokkal szabályozták, azért, mert az emberben kialakul a tevékenységre való kényszerérzés. A javak megszerzése, javakért való harcban, és azért drasztikusan, szinte rigolyásan kellett nekik szabályozni, hogy a pihenésre rákésztessék az embereket, és kiegészítették az Istenek a parancsolatát még emberi parancsolatokkal is, mert nyilván az volt a tapasztalat, még a názáreti Jézus Krisztus előtti időszakban, hogy a sabbatot megszegték különböző indokokkal. A pihenés elve nagyon érvényes. Ma is. Hogy ne zsákmányoljuk ki a testünket, ne dobjuk el az egészségünket, a testünknek az energiáját, erejét, a lelkünknek is, testünknek is szüksége van megújulásra. És ez egyrészt az Istennel való közösségben, másrészt a pihenésben tud nagyon hatékonyan megvalósulni. Tehát ez az idő egy kényszer pihenést is jelent. Nyilván vannak elvonási tünetek, hogyha a munka mániává vált, és szintén létre tud hozni egy ilyen, mint az alkoholizmus, alkoholistáknál az alkoholtól való elvonás, egy nagyon nehéz időszakot, de hát az Úrban ezt le tudjátok győzni. Meg vagyok róla győződve. Úgyhogy szálljátok oda magatokat Isten igéjének a tanulmányozására, imádkozásra és olyan tevékenységekre, amelyekben több a szellemi, mint eddig, amit tettetek.